pontosan egy éve történt változás a gyáli ipartestület élén. Karikás Pált Pribeg Gábor váltott az elnöki székbe. Stábunk arra volt kíváncsi, hogy mi történt az elmúlt egy év alatt, illetve hogyan készülnek az idei közgyűlésükre. Most következő interjúmban az elnök az ügyfélszolgálat helyének megváltoztatásáról is tájékoztatja nézőinket. Elnök úr, egy év telt el azóta, hogy fiatalítás történt a gyáli ipartestület élén. Milyen változások következtek be, milyen feladatokat, célokat sikerült az elmúlt egy évben végrehajtani? A célok igazából, hogy a fiatal vállalkozókat, minél több fiatal vállalkozót hozunk be az ipartestület színeibe, illetve az önkormányzattal közösen pályázati munkákat, árajánlatokat készítünk folyamatosan, úgyhogy gyakorlatilag ezből állt össze a tavalyi év. 2019 áprilisát írjuk, hamarosan jön az idei új közgyűlés. Mi lesz ennek a közgyűlésnek a feladata? Hát ezen a közgyűlésen gyakorlatilag át fogjuk beszélni az idáig eltöltött, illetve előző pénzügyi terveket, munkákat, folyamatban lévő munkákat, illetve hogy milyen munkák várhatóak majd még a közeljövőben. Az ipartestületük más ipartestületekkel is együttműködik, illetve a fiatal vállalkozókkal is. Hogyan valósul meg ez a hétköznapok során? Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a többi ipartestülettel is, illetve a vállalkozók terén is minél többet, tehát napi szinten próbálunk kapcsolatot részesíteni a vállalkozókkal, és akkor közösen gyakorlatilag itt a szakmunkás képzés is egy nagy feladat, amit kitűzésként látunk célunkként. Nem tud ebben közreműködni az ipartestület a szakmunkás képzés terén? Hát igazából azon próbálunk változtatni egy kicsit, hogy a fiataloknak a szemszög egy pinturkát változzon, hogy végül is rájöjjenek, hogy nagyon nagy szükség van olyan szakmunkás fiatalokra, akik kétkezőleg meg tudják teremteni itt olyan dolgokat, ami elengedhetetlen a mai világban. Megvannak erre a motivációs eszközök? Igen. Folyamatban vannak. Fejlesztünk is mindig, de igazából vannak rá. Plusz információ, hogy a gyáli ipartestület székházában az ügyfélszolgálat helye megváltozott. Az ügyfélszolgálat helye megváltozott. A földszinti irodánkból, ami a Kőrösi úton található, az emeleti irodába költözött. A nyitvatartás az hétfőtől csütörtökig 8-tól 4-ig, pénteken meg 8-tól 2-ig.